Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este. Hát az esemény hirdetésében elég sok dolgot érintettünk. Ugye volt szó kategóriákról, mint az alternatív és mainstream, a média szerepéről a zenei közízlés formálásában, az Euróvíziós Dalfesztiválról, Petőfi Rádióról, Kultúrfitnessről és persze magáról Gergőről, hogy ez a sok szál hogyan szövődik össze egyetlen szöttessé, azt reméljük, hogy a következő percekben ki fog derülni, és 45 percünk van. Készítsétek, gyűjtsétek, tartogassátok a kérdéseket a végére, hogyha befejeződik ez a 40 perc, akkor fel tudjátok azokat tenni Gergőnek. Akinek hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt van velünk, szintén ezen a késői órán, és ilyen nyitányként én megkérdezném, hogy hogy sikerült a mai műsor, és milyen benyomásokkal érkeztél hozzánk. Köszönöm szépen a kérdését. Én köszönöm, hogy itt vagytok még ilyenkor ennyien. A mai műsor köszönjük szépen, jó sikerült. Nagyban köszönhető ez Sjuhu Dávidnak, aki a mifil.hu filozófiai portálnak az egyik szerkesztője. És sikerült a filozófiát összekötnünk Denizzel, Bály Alexzel és Nietzsével. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy kicsit okosabbak lettünk a 9 óra tájban már így jobbak voltunk ebben a kérdésben. És milyen szerencsés véletlen, hogy Bály Alex is szóba került, hiszen tulajdonképpen ennek a témának nem feltétlenül kell, hogy bármi is direkt aktualitást adjon, de azért van valami, ami az utóbbi időben kezd egy nagyon sajátos szerepet ölteni Magyarországon, ez az Euróvíziós Dalfesztivál. Most kérdeznék is valamit, hogy ki az, aki nem tudja, mi az az Euróvíziós Dalfesztivál? Nincs ilyen, hát ez fantasztikus, mindannyian tudjátok? Hát akkor meg hadd kérdezzek. Mondjuk, soroljunk két, hozzunk létre két kategóriát. Ki az, aki nagyon nem szereti? Köszönöm. És most akkor nem azt fogom kérdezni, hogy ki az, aki nagyon szereti, hanem ki az, aki úgy alapvetően semlegesen, de inkább pozitívan viszonyul hozzá. Tehát nagyjából egyenlő. Nagyjából egyenlő az arány. Ezt is kérdezném tőled, Gergő, hogy neked van-e valami személyes, vagy akár szakmai gondolatod ezzel kapcsolatban, amit szeretsz megosztani, vagy szeretnél megosztani általában? Hát szerintem ez a fajta közönség arány, szavazat arány egyáltalán nem véletlen, és ezt köszönheti az Euróvíziós Dalfesztivál magának elsősorban. Ugyanakkor meg ez a kezdeményezés szerintem alapvetően jó, és hogyha csak a tavalyi magyar körrel összehasonlítjuk, akkor azt gondolom, hogy legalábbis nálunk több adható dal született. Már ugye a Petőfi Rádió műsorában több dal került bele, nem csak promóciós céllal, ez azt jelzi, hogy 4 vagy 5 dal ott is ragadt. Úgyhogy azokat innentől kezdve játsszuk, ma is játszottuk 1 órával ezelőtt az egyiket. Ennek a vállalása szerintem alapvetően nagyon jól lehet, és hihetetlenül nagy sanszot adhat magyar előadónak arra, hogy sokkal szélesebb körben megmutatkozzék. Az, hogy az Euróvíziós Dalfesztivál egy ilyen képződmény, annak történelmi hagyományai vannak, ezzel tenni mit nem lehet, azzal viszont igen, hogy mivé lesz. És amivel még tenni lehetne valamit, hogy Magyarország ki delegál. Szerintem ez is változóban van jó irányban. Vagy irányba állunk, aztán, hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, de minden esetre én már idén azt éreztem, határozottan jobb dalok születtek. Igen, mert ugye az Euróvíziós Dalfesztivál elméletileg születésekor egyfajta ilyen zenei olimpia filozófiájával született meg, hogy a háború után egy ilyen békés versengést biztosítson az országoknak, és én azt gondolom, hogy most is ez lenne a célja, ez más kérdés, hogy egyre több az induló, és hogy ez hogyan értelmeződik magukban az országokban. Igen. Ugye az a kérdés, hogy hogyan értelmezik az országok az Euróvíziós Dalfesztivált. És szerintem ebben van egy nagy tanástalanság, ez se véletlen. A táncdalfesztivál az egy nagyon fura műfaj. A egyik nagy sztárja Engelbert Humperdinck volt még évtizedekkel ezelőtt, aztán tavaly vagy tavaly előtt elindították őt az angolok egy nagyon jó dallal. Egy olyan dallal egyébként, amit többek között Adele producere írtak neki, vagy Lana Del Rey-jé, és elő is adta az öreg, nagyon tisztesen helytált, és hát csúfosan leszerepeltek. Holott az egy olyan dal, ami abszolút kompatibilis mondjuk egy mai Petőfi rotációval is akár. Tehát ez egy korszerű
jó dal volt. Ugyanakkor meg mégiscsak ez az irány, tehát valamiféle modernségnek meg kell jelenni a Táncdalfesztiválban is, vagy a Eurovíziós Dalfesztiválban, bocsánat, egyfajta itt és mostnak, és ennek az egyfajta itt és mostnak meg vannak határai, ugyanakkor azzal is nagyon számolni kell, hogy és ezt mi a rádiónál nagyon érezzük nap, mint nap, hogy tulajdonképpen egy-egy dal megváltoztat egy-egy zenei arculatot egy zenei rádiós adónál. Tehát hogyha bekerül egy nagyon markáns dal, amit mondjuk beszavaz a zenei szerkesztőink, akkor az már ad egy olyan gellert a többi dalhoz, ahhoz viszonyítunk. És nyilvánvalóan, miután Geszti Péter beszélt itt néhány héttel ezelőtt arról, hogy kezd összefogni az underground és a mainstream, tulajdonképpen abban a helyzetben vagyunk, hogy definiálhatatlanok eddigi hagyományos eszközeinkkel a zenefogyasztó mediális piacok. Tehát már nem tudjuk Riannáról se, hogy hova tartozik, mert dalonként máshová esik. És mondjuk nem lehet összetéveszteni most melyik az a dal, amit a What Now című dalt, amit már játszunk, meg annak a klipjét szerintem nem lehet egy mezőbe tenni, akár csak azzal a dallal sem, amit Rihanna Shakirával adott ki nem olyan régen. Úgyhogy ezek nagyon furcsa kérdések, nagyon nehezen lehet így építeni már egy zenei orgánumot, és azt gondolom, hogy ezzel a dilemmával és problémával maga az Eurovíziós Dalfesztivál is küzd. Igen, és hát ugye ez alapvetően az egész globális Eurovízióra vonatkozott, de hogy az, ami Magyarországon jelentkezik az Eurovíziós Dalfesztivál kapcsán, az ugye azért sajátos, mert az elmúlt pár évben kicsit átalakult az, hogy hogyan kerül kiválasztásra a magyar delegált. Most már egy ilyen több lépcsős tévéműsorról van szó, ahol szavazhat a közönség, tehát nagyon aktívan beleszólhat abba, hogy ki menjen ki legyen a győztes, és ez tulajdonképpen azt eredményezte, hogy nagyon közbeszéd tárgyává vált maga a verseny is, meg nyilván az, hogy ki jut ki. Ez nem azt jelenti persze, hogy mindenki ezt nézi, de elég nagy tömegek, és ez arra sarkalja zenészeket, előadókat, hogy elinduljanak ezen a versenyen, mert hogy minél többen megismerjék őket, és nem csak az vonzó, ugye, hogy kijuthatnak a nemzetközi porondra, hanem akár itt az országon belül is minél többen megismerjék őket, ami egy ilyen nagyon nagyfokú zenei diverzitást eredményezett az Eurovízió színpadán. Tehát olyan műfajok és előadók adnak elő egymás után, akik lehet, hogy talán semmilyen más fórumon nem találkoznak egymással soha. És ennek kapcsán kanyarodhatnánk oda, hogy mi volt a hívószava ennek az estének, hogy alternatív vs. mainstream, hogy mit gondolsz, hogy ez így egy létező szembeállítás-e manapság? Egyáltalán szembe lehet állítani egy szintéren ezt a két fogalmat? Szerintem egyre kevésbé. Esztétikailag vagy ízlés szempontjából, de abból a szempontból mindig lesz egyfajta ilyen megkülönböztetés, hogy ki kit ér el, vagy mi kit ér el. Tehát mindig lesznek olyan zenei rétegek, ízlés territóriumok, amik nem lesznek számottevő érdeklődésre figyelmesek, vagy nem is nyilván érdemesek, hanem kevesebb lesz az érdeklődés irántuk, ugyanakkor definiáló hatással lesznek majd a mainstreamre néhány évvel később. És a Drum & Bass-nél látjuk ezt nagyon jól, hogy tulajdonképpen az elmúlt években hogyan sikerült egy ilyen underground szcénából építkező, ugye, hogy jövő műfajnak, ami szintén önmagában véve rendkívül szerteágazó, feltörni a mainstreambe. És innétől kezdve ezekről a dolgokról ízlésben nem igazán érdemes beszélni. Szerintem, és a Eurovíziót még idehozhatom, az egy érdekes dolog, hogy tavaly azzal, hogy szavazni lehetett, és az Alex átment körökön, és a közönség beszavazta, az önmagában azt jelentette, hogy mondjuk a tévé műsor készítők felé, de nem csak az MTV-je vagy a Magyar Televízió szerkesztői felé, hanem szerintem mindenki felé, aki ezt a műfajt űzi, hogy van egy olyan réteg, amelyről nem tudtuk, hogy létezik, és aktívan vélemény nyilvánít és számít. Mert beszavazott valamit, akiben senki nem hitt valójában, az a kiadója kivételével,
tulajdonképpen. Aztán kiderült, hogy van egy nagyon masszív rajongó bázisa, akik hajlandók azért tenni azokon a csatornákon, és élnek is azzal, hogy Alex bejusson, és így is lett. Most innentől kezdve az Alex mind emberként, mint előadóként egy másik minőséget, vagy egy sajátos minőséget képvisel, de ezt 2013-ban nem mondtam volna mainstreamnek. Most sem igazán mondanám annak, bár már jobban, de az biztos, hogy akkor valami olyasmi történt, hogy valaki jött, látott, győzött, és olyan erőterek és támogatások mentén, amit így nem lehetett kiszámolni azokon a fogalmakon mentén, amikre azt gondoltuk volna, hogy mainstream, meg nagy nyilvánosság, mert ugye tévében van, akkor a nyilvánosság az meg van teremtve, vagy megteremtődik, és akkor majd beszavazza a közönség. Nem a szavam a közönség szavazta be, illetve nem csak a közönség, amit gondoltunk, hogy létezik, hanem egészen konkrét támogatói vannak abban az értelemben, hogy olyanok aktivizálódtak, akikről nem gondoltuk, hogy ezt szeretik. Szóval itt valószínűleg másképp kell gondolkodni a jövőben arról, hogy hogyan épül fel egy zenei fórum, vagy zenei orgánum. Ha klasszikus marketing fogalmat szeretnék használni, vagy akarnék használni, akkor hogy itt a célközönség lenne a kulcs szó. És van egy elméletem, hogyha megosztod, veletek, ez nem szakmai elmélet, ez az én elméletem. Én így működöm. Szóval van az van egy ez a marketing szemlélet, hogy célközönségben gondolkodunk. Ez az egyik. Szerintem meg van egy másik, és ez a kor sokkal jobban kifejezi. Ez pedig mondjuk a másik alternatív az, hogy gyülekezetben gondolkodunk. Az, hogy gyülekezetben gondolkodunk, az nem véletlenül mondjuk egy hitalapú megközelítés ebből a szempontból, vagy teológiai, egész egyszerűen azért, mert ott ugye arról van szó a hitben, hogy ahová Isten igéje esik, és aki meghallja és reagál rá, az mind jöhet a gyülekezetbe, a közösségbe. Na most itt is arról van szó, hogy nem abban, hogy eddig a célközönségben ugye azt tudtuk, hogy a 18 és 24 éves közötti korosztály mondjuk, rendelkezik bizonyos ízléssel, és többségében ezt az előadót meg műfajt szereti, és akkor erre föl lehet húzni valamit. Aztán kiderült, hála Istennek, hogy az emberek nem ilyenek már. Meg így nem elégséges pontosabban így gondolkodni. És ez a zene területén fokozottan így van. Tehát ez odáig vezet tulajdonképpen, hogy valamilyen szempontból jó zene van, meg valamilyen szempontból nem jó zene van. És akkor a következő kérdés az, hogy meg tudjuk-e fejteni azt, hogy mit jelent a jó zene, meg mit jelent a nem jó zene. Én most már jutottam odáig, hogy jó zene az, amiben van lélek, nem jó zene az, amiben nincs lélek. Mondjuk a hőri metal az nekem nem jó zene. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik, viszont egy olyan műfaj, amiről érdemes beszélni, tehát hallgatni nem jó. Voltam egyszer néhány hónappal ezelőtt egy tehetségkutató zsűriében, nagyon sok tehetséges ember föllépett. Tényleg. Volt egy hőri metál csapat, és én elkezdtek játszani, és én úgy fizikailag repültem hátra így a valahová, hogy így azt éreztem kényszerben, hogy fölállok, és azt kérem, hogy srácok, léci, hagyjátok abba most. Ezt éreztem belül. Azt a 3 percet, amit játszottak, egy fél örökké valóságnak éreztem. És közben azt láttam, hogy a nálam idősebb és sokkal rugalmasabb zsűritagok meg bólogattak, hogy ez nagyon cool. Meg zenészek, tehát komoly zenész zsűritagok mondták, és így kérdezem, miért? És azt mondták, hogy ez a felelgetős dolog, hogy ő dallamban válaszol, ő meg kihörgi, ami benne van, és ez most bemenő. De effektív fizikailag fájt. Úgyhogy ezeket a zenéket annyira szerintem ez marad réteg közönség, lehet, hogy nagyon széles réteg közönségnek szól, és fontos, hogy ilyen legyen. De élvezeti szempontból talán inkább az a kérdés ebben, hogy ez miért van így. Meg mit tud a hőri metál? Nekünk ez konkrétan egy kérdés, úgyhogy ez a Kultúr Fitness hamarosan fog foglalkozni, hogy mi van a hőri metálban, ami jó. És szerintem, hogyha ezt a kérdést nyíltan közelítjük, és akkor még lehet, hogy meg is leszek győzve. De mondjuk ez nem az a típusú zene, amivel szerintem egy masszív közönséghez lehetne szólni, vagy érdemes lenne szólni. De létező zene, fontos üzenettel és fontos műfaji súllyal.
Na most honnét indultunk? Az alternatívtól és a mainstreamtől, igazából meg is kérdezném azt, hogy akkor mit kezdünk azzal a mondattal, hogy ma az alternatíva mainstreamer. Ugye ez nem először merül fel ezen a színpadon. Ugye említetted, hogy Geszti Péter is arról beszélt, hogy az underground és a mainstream kezd összecsúszni, és igazából pár héttel ezelőtt a Zeneipari Hivatalnak volt itt egy beszélgetése. A Zeneipari Hivatal, ez egy zeneipari ilyen szabad egyetem tulajdonképpen, és az egyik kurzusának volt a beharangozója. Itt volt német Robi, a Heaven Street 7 basszusgitárosa és zenei szakújságíró, Pérces Ádám, a CLS Recordsnak a fejebb többek között. Ő hitt Alexben egyedül, Vialex, szerintem, tavaly igen. Egyedül elsőként. Vialex menedzsere, kompakt diszkót is ő vitte ki, és egyébként nagyon sok minden, sok zenekar fűződik a nevéhez, valamint Tóth Tibor, aki pedig a Hajdani Kispál és a Borznak, most a Quimbynek, Kis Csillagnak, Péter Fiborinak a menedzsere. Ők beszélgettek itt a színpadon, és ők jutottak arra, hogy tulajdonképpen kimondják ezt a mondatot, hogy ma az alternatíva mainstream, és ez alatt nem feltétlenül műfaji szembeállítást hoztak ide, vagy értékítéletbelit, hanem egyszerűen a népszerűségnek a mércéjét, és az alapján tették ezt a kijelentést. Igen, de ez szerintem abban a zenei világban, amiben nagyjából itt a teremben lévők vagyunk és mozgunk, ez igaz. Tehát az a zenei világ, ami 2006 előtt még sehol nem volt fönt, mondjuk rádió szempontból a térképen Magyarországon, többek között a Petőfinek is köszönhetően, de nem csak nekünk, hanem az internetnek, meg néhány jó ízlésű követőnknek köszönhetően most ezek a zenekarok valóban a mainstreamet képviselik, húzó zenészek, de azért szem előtt kell tartanunk, hogy össznemzeti szemszögből azért még sehol nem vagyunk, ha azt nézzük, hogy a Klassznak van 2,5 millió hallgatója, vagy elért embere egy nap, nekünk meg van 1 millió. Ugye ez ambíció kérdése, mert ez egyfelől szerintem valójában a Petőfi Rádió részéről egy hihetetlen nagy szakmai teljesítmény. Szerintem azért magamat fényezem, hanem ilyen 1 millió ember elérés ezzel a zenével szerintem itt valami átment nagyon az elmúlt 5 évben. Tehát itt effektív változott az ízlés, ami jó. A másik oldalon, ha meg tovább akarunk menni ezen az úton, akkor még van 1,5 milliónyi ledolgozandó hallgatónk, vagy megnyerendő hallgatónk. Ha mi versenyezni akarunk, vagy ambíciónk van arra, hogy csökkentsük ezt a távolságot. Itt most nagyon sokan, akik hallgatják, vagy nézik a felvételt. A szakmából ezt nyilván ambícióként megmosolyogják, és alapvetően igazuk van, mert ebben az értelemben az a mainstream, amit a Klassz nyom. Mert a 2,5 millió hallgató, az nem 1 millió hallgató. De közben mondjuk a fesztivál világba nem nagyon tudnak betörni, persze nem tudom, hogy akarnak-e, de ha akarnak, ha nem, nincsenek jelen a fesztivál kultúrában, mondjuk a Klassz FM-en játszott zenék. Egy része. De a Klassz rádió is játszik olyan előadókat, akiket mi, és akik a fesztiválon nagyon szépen szerepelnek, és játszik olyanokat is, többségben vannak ezek, akiket valahol valamelyik kereskedelmi televízió megtehetségkutatott, és ezáltal nyertek egy ismertséget. Zeneprodukció személyiség vagy van mögöttük, vagy nincs, ez változó, de nyilvánosság, megismertség viszont igen, úgyhogy ők ezzel dolgoznak, olyan dalokkal, amelyek tulajdonképpen ebben az értelemben meghatározzák most a mainstreamet. Egyébként a Petőfi Rádió játszik olyan előadótól zenét, aki tehetségkutatóban tűnt föl? Többet is. Csak szerintem mi azokat játsszuk, akik mögött van személyiség, dal. Mondjak néhány nevet, ugye? Pál Dénesnek az új dalát, amit az Eurovízióra játsszuk. Barisz Gergő, aki ebből a szempontból szerintem egy rendkívül érdekes történet, mert ugye ő tehetségkutatásban tűnt fel, és most evickél át a túlsó partra, és Shit Song, ez az új dalának a címe, amit játszunk. Karamát is játszunk.
Rúzsa Magdi is előfordul. És még valószínűleg van egy-két előadó. Mondjuk gondolom Odett is ide sorolható egy picikét, bár ő ugye nagyon messzire nem, tehát hogy nem az út jött be neki, hanem egy másik. Igen. Meg nem tudom, magas egy underground mondjuk, de például arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e olyan, akinek így, én nem tudom, ilyen epiteton ornansza ez, hogy őt a tehetségkutató fedezte föl, de akkor végül is van, mert a Karamell mondjuk ilyen, vagy a Pál Dénes. És a Rúzsa Magdi is ilyen. És nagyon érdekes egyébként a Rúzsa Magdi története, hogyha összekötjük az Eurovízióval, mert ugye állandóan azon megy az okos gondolat, hogy Magyarország hogyan tudna érvényesen részt venni ezen a világméretű, globális, nagyon jó, ami az Eurovíziós Dalfesztivál. És ugye itt jön be ez a szemlélet, hogy hogyan gondolkodjunk. A marketing szempontokat veszük figyelembe, akkor minél profibb legyen a produkció. Volt olyan év, amikor Magyarországon nagyon profinak számító, nagyon népszerű formáció, nevezzük Noxnak, indult el. Itthon nagyon profinak számító előadással, és nem jutottak nagyon előre. Olyanra is volt példa, hogy egyébként egy általam nagyon tisztelt előadó, ki a Wolf Kati, egy nagyon profin megszerkesztett dallal, menedzsmenttel, mindenfélével állt színpadra, és ő sem sikerült átütőnek lennie. Viszont vannak mégis hárman, akiknek sikerült, ha egy térben, időben visszamegyünk. Az egyik a Friderika, még a 90-es évek elején, ez a hogyan mondjam el vétkeim? Kinek, bocsánat, kinek mondjam el vétkeimet? Aztán a Magdi, és most az Alex. És hogyha belegondoltok abban, hogy ezt a három embert mi köti össze, meg ezt a három dalt, akkor arra jutok szerintem, legalábbis én erre jutottam, hogy ez nem egy profi produkcióként összetett jelenés volt a színpadon, hanem megjelent három ember, egyébként három elég jó dallal, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy volt egy személyiségük, ami valahogy, meg ilyen egyszálos, nagyjából egyszál fellépők voltak, az Alexnél volt háttérénekes, meg gitáros, de igazából azok a produkciók voltak, amik nem kifelé akarták bizonyítani, hogy mennyire profik vagyunk, és mennyire tudjuk, hogy mi van a zenei trendekben, hanem arról szóltak, hogy itt van egy ember érzésekkel, énekel, és ez egyszerűen az ilyen irányú közléstől egy ilyen irányú közlés lett, és ez mind a háromra igaz. Azt is megkockáztatom, hogyha Magdi mezitláb megy, és az AC/DC-t énekli, mint a tehetségkutatójának valamelyik végső fordulójában, akkor nyer. De ez egy másik kérdés, ez a Magdi kérdése. Igazából úgyhogy az látszik, hogy bármilyen, hogy mondjam, ugye ilyen háttérbeli politikai gondolatok szoktak menni, hogy ki szeret minket Európában, meg a világon, ki nem, ki fog ránk szavazni, ki nem. Ez a célközönség része. Tehát a lengyelek, jó fejek, szeretjük egymást, történelmek, meg biztos ránk szavaznak, vagy igen, vagy nem. Romániával más a kapcsolatunk, nem biztos. De hogy ez a politika. De abban a pillanatban, hogy kimegy egy ember a színpadra, és valamilyen módon megragadja a közönségét, akkor eltűnik a lengyel, a román, a magyar, és kapunk egy SMS, vagy nem tudom, mivel kell ott szavazni már, majd májusban kiderül, egy hívást. És ez számít. De ez a erre mondom, hogy gyülekezet, itt valami megérint embereket marketing szempontokon feletti mechanizmusokban. Én erre mondom, hogy a lélek. De ezt nagyon nehéz leválogatni ilyen alapon, hogyha én küldtem volna idén, akkor ilyen megfontolásból a bülbőszt mondtam volna. De rajtuk kívül voltak még, és vannak még nagyon jó dalok. Ha kérdeztetek ilyet, akkor tavaly, amikor Alex megnyerte a hazai fordulót, akkor azért volt ott a Kultúrfitnessben Alex, mert ő nyerte meg az Eurovízió hazai fordulóját, és azért volt az Eurovízióról szó a Kultúrfitnessben, mert Pály Alex nyerte, aki akkor már egy sokat játszott előadótok volt. Tehát ez volt az összefüggés, vagy mondjuk ez téma mindig, hogy ki nyeri meg, és ő neki mondjuk helye lehet egy ilyen beszélgetésben, vagy kimondottan az Alexnek volt helye.
És gondolkodom, hogy hogy volt. Igazából, ugye miután az MTVL produkció, és a TV is az, meg a Petőfi is az, ezért volt egy ilyen természetes összekacsintás arra, hogy hát Alex nyert, akkor most beszéljünk. De az az igazság meg az, hogy nekünk meg mindig van egyfajta érdeklődésünk az emberek iránt, az előadók iránt, és Alexnek pláne. És az történt, hogy Alex eljött, és jól érezte magát, és mi is jól éreztük magunkat, és szerintem nagyon sok olyan dolgot tudtunk meg róla, amit addig nem. És azt hiszem, hogy így történt, hogy felhívtak, hogy Alex, jöjjön? Jöjjön, persze, tök jó. Azt hiszem, így történt. De akkor abszolút szabadon döntitek el, hogy mondjuk az Eurovízió indulói közül, vagy finalistái közül kit játszotok, és kit nem, nincs semmi kötöttség. Hát van egy észszerű promóciós megfontolás az egész ügy szempontjából, ami azt jelenti, hogy a mindegyik műsor saját maga eszközeivel, ami oda illik, vagy aki oda illik, támogatja az Eurovíziót. Ez szerintem egy normális dolog, ez van. Ezen felül soha nem voltam megerőszakolva senkivel, nem csak itt soha, de Eurovízióban sem. Alexet nagy szeretettel vártuk, érdeklődéssel vártuk igazából, hogy ki ez a fiú. Aztán a fiú bejött és elmondta, hogy ki. Egyébként, ha visszamegyünk az időben, akkor hogyan alakult ki az, hogy mi legyen a Petőfi Rádió zenei profilja annak idején? Tehát, hogy ez egy személyes preferencia volt, vagy valami mondjuk ilyen népművelési szándék? Vagy? Nem. Bocsánat, azért szipogok, mert eljött a pollán szezon. De mondjuk, hogy a vírus esten ez nem annyira megy. Igazából, amikor a Petőfi Rádió lett, vagy MR2 Petőfi Rádió, és egyik napról a másikra zenei rádió lett, amikor az volt a megfontolás az akkori menedzsmentben, ami szerintem nagyon előrúgtató volt, hogy a magyar rádió összes csatornáját tekintetében az elért fiatalok száma közelít a nullához. És ez egy nem jó állapot, úgyhogy azt radikálisan kellett változtatni. Ennek az eszköze nyugat-európai, meg angolszász világban bevált módszer, hogyha egy médium szeretne fiatalokat magához láncolni, akkor zenerádiót kell indítani. A zenerádió az egy viszonylag kötött zenei formátum, az egy know-how, amit átveszünk valahonnan, és akkor űzzük. Persze az igazi, a dolog lelkét nem ez adja, hanem a zenék. És akkor az volt az alapvető merítés, hogy a Magyarországon már létező, de addig a kereskedelmi rádiók által kinevetett előadókat esernyőelven behozni. Tehát Queen Bee, Heaven Street 7, Fruitik, akkor egy kicsit később indultak, Kis Pál. Tehát ezek a zenekarok nem nagyon voltak rádióban akkor, nálunk meg igen, és kiderült, hogy hogy az underground az nem is annyira underground, sokkal mainstream-ebb, mint azt gondolták. És akkor az volt a helyzet, hogy volt egy ilyen lefölözhető, de sehol nem játszott magyar, új magyar könnyűzenei dalkincs, amely zömmel magyar nyelven szólt, és alakította ki a magyar a közönséggel a kötődését. Az elmúlt 5-6 évben, 6-7 évben ez megváltozott, folyamatosan változik, és vannak, akik már nálunk nagy öregnek számítanak, többek között az imént felsoroltak, és nem abban egy kicsit gondban vagyunk, hogy azt látjuk, hogy első ösztönnel a fiatal, nagyon tehetséges zenészbarátaink angolul írnak dalszöveget. Ami egy dal működése szempontjából szerintem alapvető, hogy milyen nyelven szólal meg. Az egy másik kérdés, hogy ezzel tulajdonképpen modern, meg korszerű, és az egy jó ambíció, hogy mindenki tekinget külföldre, és egy olyan produktumot szeretne létrehozni, amely színvonalában akár lehetne is világsiker. Ez a törekvés alapvetően támogatandó, és ezt támogatjuk. És csak az a probléma, hogy van egy olyan tapasztalatunk, hogy Magyarországon hosszú távon magyar zenekar magyar nyelven énekelve tud olyan közönséget létrehozni, vagy kialakítani maga körül, ami hosszantartó, stabil, amire építhet, ami meghozza a fesztivál sikereket, meg a fix közönséget.
És ez egy fontos dolog. Amúgy, ha már az Eurovízióról beszélünk, az is egy kérdés, hogy a magyar saját nyelvűség éneklése, saját nyelven éneklése egy nemzetközi ilyetén versenyben, az mennyire lehet fontos. És a magam részéről is mégiscsak azt tudom mondani, hogy Alexis, Friderika is, és Magdi is magyar nyelven énekelt. Hát azt a fajta közlésmódot, amit ők azokkal a dalokkal előadtak, az akkor működik, hogyha tényleg annyira belülről jön, mint ahogy nekik jött, de ezt a saját anyanyelvhez kell kötni. És nem véletlen, több kutatás is van erről, hogy úgy hallgatunk zenét, hogy oda se bevózunk a szövegre, vagy nem annyira, mint kellene. Úgyhogy bólogatunk néha olyan dolgokra, amire talán nem bólogatnánk, hogyha tudnánk, hogy miről szól a szöveg. Vannak olyan magyar dalszövegek, amelyek nem akarunk megfejteni, mert minek. Jó a dalszöveg, mire gondolt a költő. De hát ugye különböző viszonyaink vannak különböző dalokhoz, na most a közérthetőség és a magyar nyelvűség az szerintem a dal esetében fontos, és hogyha egy zenekarnak és egy előadónak fontos, akkor az őt játszó rádiódónak is az. Tehát akkor azt mondod, hogy igazából az volt a cél, hogy megtaláljatok egy közönséget, és úgy választottátok ki a zenéket, de... Bocsánat, ebben a szempontból nem válaszoltam neked teljesen, mert elkanyarkalandoztam, bocsánat. De igen, tehát az esetleg egy cél az volt, hogy legyen fiatal közönség, és ezt zenei rádióként tudjuk elérni, és ennek a vállalásnak az volt a másik fontos eleme, hogy a zenekultúra és a kultúra közszolgálat. Tehát, hogy az a fajta szelekció, vagy válogatás, amit mi adtunk, az egy annyiban értékteremtő, hogy pontosabban nem annyiban, hanem értékteremtő válogatás. Tehát az akkori mainstreamtől gyökeresen különböző, országos hozzáférhetőségű értékes dal, magyar dalokat, meg külföldi dalokat adtunk közre. Abban a pillanatban még az internet nem volt ilyen szinten elérhető az országban, meg az utóbbi 6 évben radikális változások voltak ebben a kérdésben is. De akkor ez volt a vállalás, és így indult el a Petőfi Rádió is. Legyen fiatal közönség, ezt a rádióval tudjuk elintézni, és a zenei válogatás fogja megjelzi majd azt az értékteremtést, ami a közszolgálati zenei rádiót indokolja. Én erre nagyon kíváncsi lennék, vagy nem tudom, hogy van-e erről adat, hogy igazából akkor egy meglévő közönség került megtalálásra, vagy ez bővült? Tehát ennek a zenének a szeretői tábora, ez bővült mondjuk a Petőfi Rádió által? Is. Szerintem az így, igen, mert ugye biztos van olyan zenei underground, most undergroundnak mondott széna, amit én nem is tudok, hogy létezik, de ha hallanám egy olyan fórumon, mondjuk a Petőfi Rádió, hogy fölkapom a fejemet, akkor nyilván figyelek rá. Most ha ez megy 24 órában, akkor teremtődik egy olyan nyilvánosság, amely újfajta értékrendet közöl. Ha ebbe belebotlok, akkor nyilván kialakul bennem is egy érdeklődés, ami további érdeklődőket szül. Az biztos, hogy amikor elindult júniusban az adó, akkor 2 hónap alatt hihetetten, ugye egyrészt volt egy nagy polémia, hogy ez miért történt, az addigi Petőfi Rádió hallgatóknak ez nyilván nem tetszett, viszont a másik oldalon az akkori célközönség, a fiatalok radikálisan és nagyon gyorsan jöttek az adóhoz, és még nem volt semmi kampány, tehát csak a szájhagyomány útján, tehát hallgassátok a Petőfit. Most a Petőfit hallgatni addig egyet jelentett, hogy hallgassunk operettet például. Volt ott rock is, mert minden, egy nagyon eklektikus műsorpolitika volt akkor, de ugye az operett az most nem fér össze, nem tudom. Gyorsan akartam valamit mondani, de a kis Pállal nem. Bár közelít a lovas ilyen felé. Már hogy szimpadíjas dalokat írjon egyre inkább. És neked van valamilyen személyes küldetésed ezzel kapcsolatban? Ugye hallgatjuk a műsorodat, a szellemi trénerünk vagy, hogy hogyan éled ez meg? De tényleg? Ez nagyon kedves, köszönöm szépen. Igen, ezt mondjuk, de valójában arra bíztatunk, hogy mindenki gondolkodjon a maga eszével, és hogy egyáltalán hogy gondolkodjunk. Ez lenne alapvető fontosságú, és ha már gondolkodunk, akkor a második dolog, amit szeretnénk fölvillantani, és mindenki szabadon választja, de vannak bizonyos szempontjaink, ami alapján a világot nézzük, meg ami alapján szeretnénk élni ebben a világban. Ezeket gyakran elbukjuk mi magunk is, de mégiscsak ez lenne az az idea, ami felé megyünk. Ezeket szeretnénk így vagy úgy közölni.
Igen. Hiányoznak még ilyen típusú törekvések Magyarországról nagy számban? Mit gondolsz, hogy meglegyen az a fajta balansz, hogy ne csak szórakoztasson valami, hanem értéket is közvetítsen? Hát figyelj, őszintén szólva most, hogy jöttem ide taxival befelé, a taxis a klassz rádiót hallgatta, Csiszár Jenőt, akinek a műsorsávja párhuzamos miénkkel. Ugye ott mentális wellnessnek is hívják azt, amit ő csinál. És éppen a Hegyi Zoltánnal beszélgetett telefonon, rendre ezt teszi, aki a Magyar Underground egyik kiemelkedő személyisége. Amúgy a Nemzet újságíró, blogos újságírója, internetes újságírója, kiváló koponya. Úgyhogy az értékteremtés ebből a szempontból ott is megtörténik. De hogy mi de mondjuk... Na jó, kimondom, Kukit, van nem érzem, hogy meccelénk egymás terénumát. Azzal együtt, én nem tudom, milyen ember Kuki, de igen, tehát a volt nem régen, ugye vannak kimutatások, és valaki az orrom alá nyomta, hogy nézzem meg Kukit, saját sávjába, hogy hasít. És akkor megint meghallgattam Kukit a saját sávjába, és éppen ettem volna, és elment az életkedvem. Szóval, de ez személyes dolog, és valamilyen oknál fogva a Kuki működik valakiknél. És most ezen én is rögök valahol, de a másik oldalon meg azon gondolkodom, hogy basszus, őt ennyien hallgatják. Na, akkor én azt szeretném, hogy őt kevesebben hallgassák, hogyha azt csinálja, amit én hallok. De meg kell mondani, hogy annak van oka, hogy őt miért hallgatják. És azt is meg kell mondanom a tisztesség kedvéért, hogy a Musical FM nagyon profin jön föl, és nagyon profin gondolkodnak arról, amit klasszikus kereskedelmi zenei rádióban gondolkodni kell. Nagyon jó hangzásuk, nagyon jól tolják azokat a zenéket, amiket tolniuk kell. Én nem tudom őket hallgatni, de nagyon sokan hallgatják, és nekem nem a zenére kell figyelnem, hanem azok az emberekre, akik őket hallgatják, és arra gondolok, hogy esetleg hallgathatnának abban a sávban mondjuk Kultúrfitnesst, vagy másik sávban Petőfit egész úton, bármit. Úgy gondolom, ez egy oda-vissza hatás. Tehát, hogyha szerepelne a papíron egy olyan kérdés, hogy hogyan hat a média a közízlésre, akkor itt ugyanúgy felmerülne az, mint a Petőfi Rádió esetében, nyilván van egy közönség réteg, aki, hogyha nem kap, tehát amikor még nem kaptam meg a Petőfi Rádiótól ezt a zenét, akkor is mondjuk erre vágyott volna, és ezt hallgatta volna, akkor ez lehet, hogy fordítva is így van. Beszéltem néhány hónappal ezelőtt, karácsony előtt volt vendégünk Rákász Gergely, aki egy orgona művész, nem tudom, hogy ismeritek-e, de ha nem, akkor most mondanám, hogy nagyon-nagyon izgalmas figura, nagyon-nagyon művelt, nagyon jól játszik, és nagyon korszerű. És baromi jó orgánuma van. És ez fontos a rádióban. És mit akartam mondani? Ja igen, köszönöm, hogy megkérdeztem tőle azt, hogy, mert mondta az indítatását, hogy akkor Mozart, meg nem az orgona művek, hogy megy iskolákba és játszik, hogy hadd hallják a gyerekek, ilyen matinékon, és kérdeztem, hogy nem zavarja el, hogy tud versenyezni azokkal a zenékkel, amiket ma egyébként a fiatalok, az a közönség is túlnyomó többségben hallgat. És akkor nagyon jót válaszolt a Gergő. Azt mondta, hogy már rájött arra, hogy nem mindenkinek játszik, de valahogy úgy fogalmazott, hogy akiben benne van, az meghallja. És ez nem mindenki. Én még nem fogadtam el, hogy nem mindenki, de ő már igen, és ő a bölcsebb. Már szó esett a tehetségkutatókról nálatok, ez a tehetség felkarolás már olyan szempontból, hogy akkor bekerüljön a rádió játszott dalai közé, ez mennyire van jelen? Mert ugye a tehetségkutatókkal szemben volt például az Artisiusnak egy felmérés a zenészek körében, és a döntő többségük mondta azt, hogy elveszi a teret a már befutott, és a feltörekvő zenészek, vagy zenekarok elől is, a tévés, kimondottan a tévés tehetségkutató. Magyarországon egy induló zenekar gondban van abban a tekintetben, hogy, és nem csak egy induló zenekar, hogy tudja tovább tudatosan felépíteni a saját
karrierjét, azok, akik mostanság indulnak, vagy lépnének tovább, pláne zavarban vannak, mert folyamatosan változik az az erőtér, amelyről az előbb beszéltem. De vannak eszközök. Lehet ezzel együtt nagyon tudatosan gondolkodni a saját jövőnkről. Két kedvenc példánk van erről. Az egyik az Ivan and the Parazol, vagy Ivan and the Parazol. Ők éppen most kint vannak az SXSV Fesztiválon, Austinban, és az Ivánék egy rendkívül tudatosan gondolkodó zenekar, akik hosszú távon építik magukat külföld felé, de itthon is. És általában úgy van, ha akadályt látnak, akkor mennek, megoldják és mennek tovább. A másik ilyen zenekar, kicsit más szénában, de egyébként jobban vannak mind a ketten egymással, a Mary Pop Kids. És rajtuk látjuk, hogy hogyan gondol. Tehát mi van akkor, ha valakiben ambíció van, tehetség és elszánás arra, hogy menjen tovább. Az a probléma, hogy a nagyok közül, vagy a nagyöregek közül, inkább úgy fogalmaznék, hogy tehát senki nem kerülheti már el a versenyt a hallgatói fülekért, meg a rajongókért. A Quimby sem, a Kis Csillag sem, nem tudom ki, senki. És az, hogy a meglévő rajongóikat hogyan, vagy tábort hogyan gondozza egy zenekar, az mindig egyéni. De alapvetően zenében meg folyamatosan tovább kell lépni, és meg kell újulni, mert sokkal rövidebb periódus alatt jön meg a siker, vagy nem jön meg semmi. És kell tovább lépni. És minden iszonyatosan felpörög időben és térben is. Úgyhogy nagyon jelen kell lenni. Igen, mert ez, azt gondolom, hogy ez is sokszor felmerül a zenészek részéről, bár most ez picit ilyen szubjektív elgondolás lesz, de hogy a tehetségkutatók azok bizonyos szempontból ilyen könnyű utat jelentenek, hogy nincsen meg az, hogy a lépcsőkön lépdelne előre valaki, és ettől mondjuk kifinomultabb előadóvá és zeneszerzővé is válna, meg egy biztosabb lábbal állna az iparban, a földjén, vagy nem tudom. Nem, ez igaz. De az is igaz, hogy néhány ember ezzel együtt ki tud tűnni általa. És nem akkor szabad az elfeledkezni. És akkor az működik. Azokról, igen. Akiknek meg tényleg lehet, hogy mondjuk nem lett volna, vagy nem adott ott volna meg semmilyen más út, mert persze ezt nem tudom, de lehet, hogy van ilyen. Mondjuk azért abban hiszek, hogy ha valaki nagyon tehetséges, és kitart, és állhatatos, akkor nem fog elveszni. De tehát az nem működik, hogy egy rádió fölkarol, hóna alá nyúl egy gyámoltalan, ám bátor tehetséges zenésznek, mert az nem fair, meg nem erre vagyunk. De ezek mindig enyéni ambíció szintjén dől el, én azt látom. Arról, hogy ki mennyire hisz magában abban, amit csinál. Abban, hogyha kap pofont, vagy nem kerül be egy dal, akkor újra próbálkozik. Vagy hisz abban, hogy amit csinál, az nagyon jó, vagy kérdez, hogy szerintünk, vagy más szerint mit kéne másképp. Én azt hiszem, hogy átadhatnánk a szót a közönségnek, hogyha van kérdésetek. Remélem, gyűjtögettétek a műsor eleje óta, úgyhogy fel a kezed, ki szeretne kérdezni valamit Gergőtől. Bátran. Célközönség kontra gyülekezet? Köszönöm a kérdést. Igazából csak arról van szó, hogy én is próbálom megfogalmazni már évek óta, hogy hogyan tudnám azt a másképp gondolkodásomat, meg az adó másképp gondolkodását megfogalmazni, amiben vagyunk. Az biztos, hogy a célközönség nem kielégítő. Tehát volt a Petőfi Rádiónak olyan próbálkozása, amikor próbáltunk radikálisan fiatalítani, mert fiatalítani kellett. Ez volt 2 évvel ezelőtt, amikor már 5 évvel idősebb volt a törzsközönség, hallgatunk, és akkor, amikor indultunk, akkor volt egy nagyon jól definiált célközönségünk, klasszikus értelemben definiált célközönség. 28 éves, szóval 28 éves volt az ideális hallgatónk, és az is fölnőtt, 32-33 lett. És közben a zenék meg a stílusok is változtak, és más zenét kell hallgatniuk. És hogyha Petőfi szeretné, hogy fiatalos maradjon, akkor a fiatalok zenét kell hallgatni, akkor Skrillex, akkor drum and bass, dubstep, nem tudom micsoda. És akkor ez volt néhány hónapig, és ez nem működött jól.
abból a szempontból, hogy nem fejezte ki a Petőfi vállalását, abból a szempontból nagyon jól működött, hogy jöttek a jól kitalált időhatárba eső fiatalok erre a zenére. Aztán ezt elhagytuk, csak zárójelbe jegyzem, hogy ebből az elhagyásból a Music FM nagyon ügyesen és jól profitál, és visszatértünk valamihez. Miért? Az történt egész egyszerűen, hogy ahhoz, hogy több olyan zenét játszunk, ami a szerintünk akkori fiataloknak elevenébe vág, a felmérések azt mutatták, hogy bizonyos szempontból ez igaz, de ahhoz ki kellett hagyni olyan dalokat, amiket Petőfit Petőfivé tették. Kevesebb magyar dalt játszottunk. Kevesebb magyar nyelvű magyar dalt játszottunk. A magyar nyelvűség nem a törvény miatt fontos, a magyar nyelvűség önérdeke az előadónak, meg az adónak, meg szerintem a közönségnek is, de ez másik ügy. És szóval ebben a helyzetben, amikor minden változik, kell valamiféle definíciós igény, és amikor én azt tapasztaltam, hogy ezt nem lehet úgy leírni, nem lehet célközönséggel leírni, mert egyszerűen akkor mit csinálunk azzal az emberrel, aki 55 éves, de imádta a Marcit reggel? És akkor ő mi? Mert neki is megvan valami olyan komponens, amit szeret. És ez nem pusztán az alternatíva hiánya, hanem egy látszólag teljesen más évjárat is, meg hangtónus ad neki valamit, amit szeret. És akkor ez nem a célközönség meg, amit gondolunk, hanem az, ami mi vagyunk, amiért ez az adó létrejött, és akkor ez szóljon azoknak, akikhez szól, és ezt értik. Ez a bizonyos Rákász Gergely-féle gondolat. Itt jött vissza egyébként. Tehát akit ez megérint, ez a muzsika, az jöjjön és hallgasson bennünket. Fontos továbbra is megőriznünk, hogy legyen egy fiatal bázisunk folyamatosan, de akárhogy kerülgetjük, a mi esetünkben értékvállalásról kell, hogy szó essen a zenei válogatás esetében is, és bizonyos értelemben szabad akaraton nyugvó, de ízlésformálásról is. Tehát mi nekünk föl kell mutatnunk egy olyan, nem feltétlenül alternatív, de zenei alternatívát, amiből még lehet tájékozódni, választani, tovább menni, mert olyan értékeket hordoznak zeneileg, szövegében, bármi másban, ami lehet. És hogyha már valami, ha így gondolkodunk, akkor szerintem már ez inkább ez a bizonyos gyülekezeti gondolkodáshoz van szó, de ez csak az én ebben, vagy én szóhasználatom. Hát ez tulajdonképpen ideológiai vállalás bizonyos szempontból, és akkor ezért látható talán a kultúrfitnessben is az, hogy bár zenén keresztül, de minden teret kap, ami érték. Igen, tehát nekünk az a felismerésünk van, és az a vállalásunk, és köszönöm, hogy ezt megláttad és mondod, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen módon látszik, hogy azok a dalok, amelyekkel dolgozunk, többé-kevésbé, vagy többnyire valamilyen üzenetet hordoznak. Létrejöttek valamilyen érzésből, közvetítenek valamilyen gondolatot, akár hangszerelésben, akár szövegben, akár értelemben, akár zenei világban, és hogyha ezt felfedjük, és közel megyünk hozzá, és erre figyelünk, akkor valójában már az életünkről beszélünk, és az életünk bármely területéről beszélhetünk. Tehát az, hogy zenei rádióban beszélgetünk a filozófiáról, Nietzsche-ről, meg az Übermensch-ről, azt többek között ennek köszönhető. És úgy, hogy most már ebben az idősebben legalábbis szervesen. Az, hogy benne voltunk egy présben, hogy hogyan tudunk egy szimpla kereskedelmi rádiós megfontolásból tovább lépni ebben a változó világban, és az ez. Közelebb megyünk a dalokhoz, és megpróbáljuk a dalok világán keresztül kapcsolatba kerülni egymással. Mert végül is minden a közösségről szól. Csak a kereskedelmi média hajlamos arra, hogy úgy fogalmazza meg, hogy a primitív tartalmakat akar a néző, hiszen erre van szüksége. Én az utóbbi időben jöttem rá, hogy egy Balassa Péter eszét próbáltam megérteni. Egyetlen egy bekezdés volt, másfél óra alatt értettem meg. De feltárult, és tulajdonképpen akkor értettem meg, hogy arról van szó, hogy mindenki, minden ember közösségbe akar így vagy úgy kerülni. Tehát közösségbe akarunk kerülni egymással. Ez a legerősebb kapcsolatunk, ami van. És ez nem primitívség, hanem ahhoz, hogy valóban tudjunk egymáshoz kapcsolódni, ahhoz végtelenül, bizonyos értelemben végtelenül a lényegre le kell egyszerűsödnünk.
az egyszerűsödés, ez nem primitív igény, hanem egy másik természetű dolog. És ebben az értelemben szerintem nekünk ezt kell építenünk, le kell egyszerűsödnünk, hogy minél szélesebb körben tudjunk kommunikálni arról, ami leginkább összeköt. Ez nagyon szép végszó volt, de azért megadjuk a közönségnek az esélyt, ha esetleg még valaki kérdezne, akkor jelentkezzen. Nekem egy kérdésem lenne itt a témával kapcsolatban, hogy a Petőfi Rádiónak mi inkább a missziója, az underground vagy alternatív szcénának úgymond egy teret biztosítani, vagy inkább a mainstream-é válni, vagy a mainstreamet alakítani? Kimondva vagy kimondatlanul? Mit kell? Kimondatlanul, most már kimondva, mind a kettő. De egy szakmai kongresszuson vagy konferencián csak az egyik részét mondanám el szerintem. Most az idézőjel volt természetesen, mindegyik vállalásunk fontos. Te melyiket adnád le? Tehát az a helyzet, hogy közszolgálati rádió vagyunk, az valamit jelent. Közszolgálati zenei rádió. Ezt vagy elfogadjuk, hogy miben állunk benne, és akkor meg kell küzdenünk azt, hogy ez 2014-ben hogyan szól, és mit jelent zeneileg és tartalmilag, vagy nem állunk bele, és akkor kicsit visszamegyünk az egyszerűsödés felé, hogy zenei rádióformátumban hasítunk tovább, az is működne. De az is igaz, és ezt is nyugati példák igazolják, hogy egy zenei rádióként vagy tévéként induló felület, az egyszerűen kell, hogy tovább nőjön valami felé. Ugye a Music Television a legjobb példa erre, ami zenei klippes adóként indult, aztán a 90-es években volt egy pont, amikor már nem volt benne klip, de még azért ültünk előtte, én. Aztán leszoktunk róla, mert nem volt benne klip, volt benne reality show. És a reality show az meg hol lett? Itt meg jött a kereskedelmi televízióba, köszönt vissza. Bár ott másképp csinálták, és mondjuk a fiatalokra fókuszáltak, de ettől eltekintve változik, mert a közönség az felnőtt, meg ezt igényelte. De még Music Television volt. Aztán ők is elkezdtek ezen gondolkodni. Vagy mondok egy másik aspektust. Amikor mi visszafiatalítottunk 2012-ben, tehát két évvel ezelőtt, pont tavasszal, március 15-én, kezdtük ezt a nagyszabású hadműveletet, akkor furcsa módon a BBC Radio One-ja is ugyanebben a cipőben járt. Csak ők ugye már évtizedekkel korábban ezt mívelik. És ennek az a lényege, hogy az ottani reggeli műsorvezető, a Chris Moyse, aki minden idők legsikeresebb azon az adon reggeli prezentere volt, és nagyjából azt csinálta, mint a Balázsék most a Klasszon, fölvitte a hallgatottságot az évek során nagyon magasba, aztán elkezdett zuhanni, és fölnőtt az ő közönsége is, és 33 éves lett az átlag reggeli show, Chris Moyse show hallgató is, mint nálunk. Petőfi Rádió. És ők is visszafiatalítottak, és akkor lehetett látni, hogy ők például az új reggeli műsorvezetőt és az ő feladatát hogyan kezdik el építeni és pozícionálni, ez a Nick Grimm Show. És például, amikor ő szeptemberben, másfél évvel ezelőtt az első reggeli showját megcsinálta, róla azt kell tudni egyébként, hogy ő estisában volt, és egy alter arc, akiben benne van a potenciál, hogy szélesítse a hallgatottságot. Persze úgy, hogy előbb átalakul, lemegy a hallgatottság ilyenkor, akik szerették Chris Moyse-t, azok radikálisan elpártolnak, és eltelik egy idő, amíg kialakul az új műsorstruktúra. De érdekes volt látni, hogy hogyan építik, hogy ő ugye személyben is képvisel valamit, az a reggeli műsor az kiemelt minden, vagy kiemelt műsorság. Akik csinálják, azok is képviselnek valamit. És Nick Grimm Show is képvisel valamit, és az éjszakából jött, egy parti fiú. Ő a két most haverja. Együtt lógnak az éjszakában, Londonban. És ez is volt a bevezető PR, hogy az utolsó nagy, a reggeli, a nagy életforma váltás előtt Nick Grimm Show elment, azt hiszem, Ibizára egy hétvégére kéttel, és ott bulisztak és bandáztak. Ez ott a közszolgálati megfogalmazás, de a közszolgálati értékrendben ők, hogy mondjam, tehát máshol van a társadalmi értékrendünk határai. Ott is, és
itt is, és ezt nem fogjuk tudni úgy fölépíteni, hogy nézzük a brit példát, hogy a britek miről beszélnek bizonyos kérdésekben, és akkor azt egy az egyben átültetjük ide, mert ez a britek feladata, hogy a saját társadalmukra milyen hatással vannak, az meg a miénk, hogy a miénkre milyen hatással vagyunk, még akkor is, hogyha a zenei válogatásunk 80%-a mondjuk egyezik. Ami azt jelenti, hogy a zenei ízlésünk bizonyos tekintetben pár hasonlókat gondolkodunk, ami jó. Megint nem tudom, hogy honnét indult. A kérdésedtől köszönöm. Megválaszoltam volna mennyire? Nem. Még egy utolsó kérdés, ha van. Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönjük. Van? Nem a kezembe. Magasabb. Igen, hát igazából ez egy kérdéscsoport, ami majd hogyha nagyon sok a kérdés, akkor szerintem lehet kezdeni válaszolásra. Akörül forog, hogy egyáltalán miért kell fiatalítani, van ennek köze a rádiócsatorna közszolgálati voltához, meg az, hogy a nem vészel, nem... Tehát hogy nem okozza-e azt, hogy elvész vele az a réteg, aki már megvan, vagy ezzel bővül, vagy ez a réteg az amúgy is elveszne, és ezért kell, vagy hogy is van ez, tehát, hogy... A lényeget kérdezett tulajdonképpen ebből a szempontból. Amikor a Petőfi Jelendő elindult, akkor még erre nem volt lehetőség, de ebből a szempontból valóban a brit példa lebegett az akkori menedzsment szeme előtt, lelki szeme előtt, és ugye ott úgy van, hogy van mondjuk 8 rádiócsatorna, több van, de mondjuk 8 az, ami így 7-8, ami így tematikusan, markánsan felosztható, és akkor úgy van, hogy az az elképzelés, hogy mondjuk a fiatal lemegy Ibizára bulizni. És hatalmas partiba van, ahol látja a BBC Radio One logóját. Hazarepül, kihozanodik, látja még egyszer valahol a BBC Radio-val logóját, és összekötő, hogy ilyen zenét hallott, ott rákapcsol, azt hallja, olyan zenét hallgat. Akkor rájött, mert ez az ő adója. Amíg az életvitele, életszemlélete azt tart, addig ott marad. De közben a BBC is ott van a szeme előtt, és amikor kinő abból a korból, meg életformából, meg életvitelből, akkor elgondolkodik, hogy hát ez már egyre inkább Skrillex, én inkább valami mást hallgatok. És akkor átmegy a BBC Radio 2-ra. Magyarországon 2 évvel ezelőtt a kinőtt Petőfi hallgatók mehettek volna egy új adóra, ha lett volna új adó, de nem volt. És lenne rá igény, de nyilván ez nagyon sok törvényi, meg logisztikai feladatot igényel, de stratégiailag nyilván az lenne a cél, hogy legyen még ilyen adó. Így most az a helyzet volt, meg van egy kicsit most is, hogy ennek az egynek kell összetartania az ős hallgatóinkat, meg az újakat. És minden egyes nappal ez a szakadék tágul. Úgyhogy ezért is mondom, hogy ezt a szakadékot egy gyülekezeti szemlélet jobban át tudja ívelni, na de az se a végtelenségig. És az majd a jövő zenéje, szó szerint, hogy milyen adom, milyen zene fog menni, vagy új adó, hogy lesz, mint lesz. Ugye az is fontos dolog, mondjuk ez minket direkt, de szerintem annyira nem érint. De ugye elindult a Dankó Rádió, a Nóta. Nagyon sokaknak nagyon kellemes időtöltés, kikapcsolódás, Nótát hallgatni. Mi más világban élünk, és aki a mi világunkból akar tovább lépni, az egyelőre nem tud, marad velünk. Na most ezt nekünk valahogy, erre kell egy választ adnunk erre a helyzetre. Egy ideig lehet, azt tudom mondani. Azt próbáljuk most éppen. Ha már az előbb megtettem, akkor most igazán nem szeretném senkibe belefolytani a szót, úgyhogy jelentkezzen nagyon az, aki kérdezni szeretne még. Egy kérdés akkor még, hogy most, amit utoljára válaszoltál, hogy ez a fiatalitás, ez lényegében nem inkább arról szól, hogy mindig föl kell tölteni egy kicsit a hallgatók számot, és kevésbé az értékteremtésről, vagy szóval nekem egy picit nem áll össze a kép, hogy ha mindig újra fiatalítani és fiatalítani kell, mert előbb-utóbb ugye kinővi a hallgatóság, akkor mindig újabb értékeket közvetítünk, vagy teremtünk, vagy hogy
Hát ez a jó kérdés arra vonatkozólag, hogy akkor az érték dilemmánkkal mi van. De itt ugye az a lényeg, hogy a nagy cél, a legfőbb cél az, hogy az MTVA égisze alatt, a különböző tévéadók és rádiók logói alatt mindig legyen sok-sok fiatal, hiszen ez a lényeg. Tehát magyarul így fogalmazom, legyen a közszolgálat nézői, hallgatói között nagyon markáns, véleményformáló fiatal generáció, masszív réteg, akiknek valóban hallgatják az adót. Tehát valahol bekapcsolódnak a rendszerbe, valamilyen csatornán, valamilyen rádiónál. Ez legnagyobb eséllyel a Petőfi. És ahogy most vagyunk ebben az őrületesen fölpörgött mindenfélében, hihetetlen gyorsan változik minden. Ugye X és Y, vagy pontosabban Y és Z generáció már váltja egymást a mi hallgatóink között, meg Z, ami azt jelenti, hogy egyik még a Punnani Massifot hallgat, mint egy kiváló pszichológus ismerősömtől megtudtam, a másik pedig By Alexet, de ők már nem ugyanolyanok. Nem beszélve az X generációról, ami mondjuk én is vagyok, akkor igazából azt kell keresnünk, ami még közös, de az valami több lesz, mint a forma, zeneforma. Az valamiféle érték lesz. Az valamiféle értékközösség lesz, és a kommunikációnak egy olyan módja, ami befogadható mindenki számára. De valószínűleg nem lesz egy konkrét üzenet, egy konkrét stílus, és egy konkrét nem tudom micsoda. Mert az ugyan célközönséget épít, de közösséget nem teremt. Nem tudom, hogy válaszoltam-e valójában. Nekünk olyan értékeket kell folyamatosan közölnünk, ami konstans értékek. De mindig úgy, hogy minden hallgatói generáció vagy réteg megtalálja, tehát értse, meg tudjunk, kapcsolatban legyünk egymással. Tehát most mondok egy példát. Igazából szerintem van egy érték, tehát az értékrend szerintem körvonalazódik, és az elég tág, de körül viszonylag jól definiálható értelmezési tartomány. Az a kérdés, hogy ezt hogy lehet ebben te, hogy találod meg mondjuk azt a, hogy találod meg magad, amikor ezt hallgatod. Mert nem elég, hogy jó dolgokról beszéljek, vagy beszéljünk, vagy szóljon a rádióból, hanem úgy szóljon, hogy ezt te örömmel, magadtól szívesen veszed magadhoz. És mondjuk egy másik generációba eső hallgató ugyanúgy érezzen. Ezt lehet valóban egy pontig tenni, de egy ponton túl már nagyon nehéz ugyanúgy szólni. De furcsa mód, a Petőfi Rádiónak vannak nagyon lelkes idős hallgatói. 60 plusz. Ők is megtalálják. Valamit találnak benne. Ugyanis az van, hogy az egyik prágai rádió definiálja így magát, hogy ő nem célközönségről, nem gyülekezetről beszél, hanem azt mondja, hogy fiatalosan gondolkodó közönségben gondolkodik. Tehát akik fogékonyak az újra, de az újra való fogékonyság mellett van egyfajta, hogy mondjam, értékrend, ami ők is közszolgálat, ami közöset ad nekik. Ez egy nagyon nehéz feladat. Ha volna még minimum egy, nem két-három adó, akkor könnyebb lenne az ügy. De mondjuk az sem lehet, hogy mindenkinek egy új rádiócsatornát indítani. Azt ma inkább egy lejátszónak hívják, de ebben az értelemben valóban tágítjuk a határokat, de azt szeretném hozzátenni, hogy miközben mi ezzel küzdünk, és alakul át a szemlélet, hogy hogyan nézünk a saját közönségünkre, meg kapcsolatainkra, az én véleményem szerint valami nagyon jó dolog történik ezzel párhuzamosan. Mert minél szélesebb ez a generáció, és miután mi a kapcsolatot törekszünk, ezek a különböző kapcsolatok, tehát tudunk egymásról. Tud az édesapa arról, hogy mit hallgat a gyerek? Mert már itt tartunk egyes esetekben. És ugyanazt hallgatják. És együtt járnak el koncertre.
mert az egyik dal még beragadt, neki szólt, és akkor az a, megmutatta a fiának, és akkor másikor a srác hozta, hogy most jelent meg Metronomi. Apa, hallgasd, és akkor apa meghallgatta, ez nagyon jó. És ezt a fajta párbeszédet, ezt a fajta kapcsolatot, ez szerintem egy hihetetlen nagy kincs. Ez nem jön létre egy pusztán zenei rádióban. Igazából ez a közszolgálati modell szerintem, hogy egyfajta hit épül különböző generációk, különböző szocializáltságú emberek között, a kultúrájú emberek között, közöttünk. Csak ez nagyon nehéz működtetni folyamatosan. Még egy kérdés érkezett. Most egy picit a hóért akasztanám, hallottunk véleményt a Klassz FM-ről, a Music FM-ről, viszont a többi közszolgálati rádióról nem. A Petőfivel kapcsolatban nagyon magvas és háttértartalmat fogalmazol meg. Ugyanilyen értéket közvetít a Dankó, a Kossuth, a Bartók szerinted, és összehozza a generációkat, és kapcsolatot teremt, és egy hívő közösséget hoz létre. Próbálok őszinte választ adni, olyat, amit valóban gondolok. Sok esetben azt gondolom, hogy igen, nem mindig, de senki nem tökéletes, egyikünk sem, és hozzáteszem, hogy kevesebbet hallgatok Kossuthot, Bartókot, nézek tévét ahhoz, mint hogy ez egészséges lenne, mert hogy műsort csinálok párhuzamosan, de az ismeretem, amik van, azt mondom, hogy ez sokszor valósul meg. Hogy? Jó. Igen. Akkor legyen az előző kérdésre adott válasz a szép végszava ennek az estének. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és nektek is nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ezen a késői órán. Hallgassatok mindig Kultúrfitnest, és gyertek mindig Vírusestre. Jó éjszakát! Köszönöm szépen, és a figyelmet!